Egy külföldi szaklap szerint az angyalok kórusát leszámítva az ő hangja a világon a legszebb. Nevét elsősorban nem a kereskedelmi rádiókból ismerjük, ennek ellenére, vagy talán éppen ezért, a talán legelismertebb magyar énekesnő szerte a világon. Ha lennének mondjuk úgy hivatásos utazó nagykövetei a magyar kultúrának, egészen biztos vagyok benne, hogy az egyikük Sebestyén Márta lenne. Örülök, hogy itt van. Olyan szépen hangzik ez a sok minden, de az ember kicsit meg is rémül, mert szinte szenté avatják. Ugyanakkor az a sok szeretet, amit kapok most már 35 éve, mióta a pályámon vagyok, az az, ami éltet és pozgat. Persze nagyon jól esik minden elismerés is. Az angyalok kórusában nem tudom, hogy beleférek-e, de még egy darabig itt a földön szeretnék énekelni. Azt mondta egy helyütt, hogy nem tartja magát énekesnőnek, nem vagyok énekesnő, szó szerint idézem, ugyanis nekem a létezésem leglényege az éneklés. Ezzel mit akart mondani? Több vagy kevesebb, mint egy énekesnő? Igazából azt szerettem volna mondani, hogy egy madár énekel a vele született képességével, és ahogy repül, nekem ugyanaz az ének. Tehát, hogy nem tanult és felvett ilyen szakma, amit én kitanultam, és akkor most ez a foglalkozásom, és 8-től 5-ig énekesnő vagyok, hanem tényleg a lételemem. Én ez vagyok, enélkül én nem lennék a Márti. Tehát sok minden más lehetnék, de nem az, ami most vagyok. Egy ilyen hetedikes koromba készült interjúba olvastam magam is, meglepődve, hogy már akkor azt mondtam egy ilyen zenei verseny nyerteseként, hogy nem tudom, hogy énekesnő leszek-e valaha, szerintem nem, de énekelni mindig fogok. Ez már tehát akkor úgy éreztem, hogy az énekesnőség az egy foglalkozás, de az éneklés az egy lételem, az egy létforma, az élet értelme, így ahogyan én tudok élni. Ha már itt tartunk, én nem is nagyon hallottam még olyat, hogy valaki hamarabb tudjon énekelni, mint beszélni. Ez állítólag önnel előfordult. Ez hogy kell elképzelni? Én nem nagyon emlékszem rá, mert nyilván annyira apró voltam, tehát a családom szerint egy éves korom körül volt az, hogy minden tisztán így vissza is tapsoltam, és vissza énekeltem azon a hangmagasságon, amit ugye elő énekeltek nekem. Hát ez megint csak annak nyilván egy vele született adottság. A hangokra rendkívüli módon reagálok, tehát minden zenére fordítódik le, de olyan szinten, hogy már nevetnek rajtam. Egy utcai zaj is adott esetben, vagy az, hogy a repülő még mielőtt elindul, és ugye még egy helybe áll, de már jár a motor és zúg, és van egy ilyen hang, ami zúg, és akkor az már nekem olyan, mint egy dudának a basszus adott esetben, és önként emelkezek rá énekelni. Ezt akartam kérni, hogy igaz, hogy például egy porszívó hangra tud a hangból kifolyólag egy dallamot rögtön fabrikál? Hát persze, hát minden rá. A már emelgetett repülőn is az történt, hogy kiderült számomra, hogy a szaloniki járat az például C-be zúg. És akkor egyből elővettem a kis furujámat, és még arra pikuláltam. Hát ez nem kis megdöbbenést kiváltva, ugye ott a repülő, mert komoly ember ilyet nem csinál. Pláne egy ilyen korú nő, akinek már olyan visszafogottan kéne viselkedni, de annyira ilyen gyermeteg örömmel tölt el ez, hogy már nem érdekel semmi. Nem is foglalkozik ezzel, hogy néznek önre akkor ilyenkor. Muszáj nekem, akkor egyből elkezden énekelni. Porszívó történet is igaz, igen. Londonban egy szállodában hallottam, hogy hosszasan egy tartott hang közeledik felém, hiszen a folyosón porszívózott a derék szobalány. Majd nem mozdult, tehát valahogy nem tűnt el, és akkor tűnt fel, amikor már olyan jó ideje nagyon hangosan egyfolytában szólt, és kinyitottam az ajtót, és ott állt egy ilyen mosolygó, feketebőrű szobalány, kis köténkében, és azt mondta, jaj, hát miért hagyta abba, hát azért porszívózok, mert maga énekel, és még meg azért énekelek, mert maga porszívózik. Hogy ez a kitartott, dudaszerű hang, de ez még ilyen melegítős ülésű WC-n is előfordul. Tehát nem Japánban mondja. Olyanok vannak, hogy az is így zúg egy bizonyos hangon. Igen. És akkor minden mi zúg, de hát ez engedtessék meg nekem ez a fura igaz, szokás. Hogy a számokat is úgy tanulja meg, hogy szolmizálva? Hát vannak olyan számok, amiket meg lehet, és az szép dallamá fordítható. Tehát én nekem a számsorok is olyanok, hogy ez nem szép, mert mondjuk nem egy szép PIN kódot a dallama. Úgy tanul meg a telefonjának a PIN kódját, szolmizálva? Illetve olyat választok magamnak. De ez hogy néz ki a gyakorlatban? Mondjon egy példát, nem kell elárulni a PIN kódját a telefonjának. Jó, hát mondjuk azt mondom, hogy 65-32, akkor az úgy hangzik, hogy Lászó Miré, tehát csak annyi jut eszembe, hogy és kész. Vagy ugyanígy nyomkodom be tehát bankkártyán, amikor az ember pénzt szeretne, akkor én odaállok, és még más ember szépen pötyöget, addig én azt mondom, hogy... Csak hogy néznek megint csak, hogy... Az üzenetrögzítőjén is énekel? Most nincs üzenetrögzítőm, de a régebbi lakásban volt egy ilyen
régi típusú zenetrögzítős telefon, és abban is mindig váltatos zenés beköszöntővel vártam a kedves telefonálókat. Ez hogy néz ki? Csak a telefon, megszól az üzenetrögzítő, akkor mit hallottak, kedves telefonáló? Hát hallottak ebbe Cseremis énektől kezdve a baszkig mindenféle, tehát mindig, ami éppen úgy aktuális volt. És volt, aki visszaénekelt? Hogy énekelve adott üzenetet? De sokan így annyira megdöbbentek voltak, hogy hát én nem tudok cseremiszül, de nagyon szeretnék magával beszélni végre, de miért mindig az üzenetrögzítő szól? Azt hittem, hogy elsőként azt fogja mondani, hogy azért a Zeneakadémiának, illetve az, hogy édesanyja Kodály növendék volt, nagy szerepe volt abban, hogy ön ilyen formán a zenével került már nagyon bensőséges kapcsolatba egészen korán. Ez egyértelmű, csak hogy abból indultunk ki, hogy egy éves korom van, meg hogy hogyan és miért. Tehát nyilván van egy örökletes dolog, amivel az ember vele születik. Mert érdekes módon például a két testvérem ugyanebben a közegben felnőve mégsem lett ennyire a zene rabja. Tehát valamiért ez egy ilyen elrendelt vele született dolog. De az, hogy milyen hatások értek, és az anyukám révén már magzati korban is, az tehát a anyukája pocakjába zenét hallgatott gyakorlatilag? Hát erőteljesen, mivel a mamám akkor még a Zeneakadémia népzene tanszakos hallgatója volt, Kodály tanár úr, Szabolcsi Bence, Lajta László. Hát akkor ez az igazi Kodály módszer, gyakorlatilag. Tehát olyan mestereknek a szavait hallgatta, és így aztán én is, hogy mindig büszkén mondom, hogy már születésem előtt 9 hónapot elvégeztem a Zeneakadémia akkori népzene tanszakán. Azt szoktam mondani, hogy meglehetősen szerény körülmények között nőttek fel, és Kodály Zoltán volt az, aki gyakorlatilag patronálta valamilyen formában a családjukat. Állítólag édesanyja sokáig vért adott pusztán azért, hogy valamilyen formában pénzhez juttassa a család, aztán ennek Kodály Zoltán vetett véget. Hát nem a családot kellett, akkor az anyukám, mint diáklány, ugye, aki egy falusi néptanító gyermeke, hát nyilvánvalóan arra nem számíthatott, hogy otthonról és Göröstarcsai falujából túlságosan sok anyagi támogatást kap, és ezért, hogyha egy diák, de mai napig szerintem így van, hát honnan szerez pénzt egy diák, hogyha kell neki akár fénymásolásra. Mamámnak konkrétan kottákra kellett, vagy netán egy fehér blúzra, ugye, hogyha szerepelnek, és ezért ő úgy döntött, hogy akkor ő vért ad. És rendszeresen járt vért adni, de közben egy ilyen nagyon filigrán kis vékony nő volt, és Kodály tanár úr nagyon mérges lett, hogy megtudta, hogy valaki erre kényszerül. Egy ilyen vékony kis pilinga nő, hát mérgesen, de hát ez egy ilyen tettetett méreg volt, mert egy nagyon-nagyon, egy aranyszívű ember volt, csak egy ilyen furcsa szőrös modora volt. És azt mondta az anyukámnak, hogy vegye tudomásul, hogy csak nekem adhat vért. És akkor a zsebébe csúsztatott egy ilyen borítékot, és mondta, hogy vettem vért. És ez rendszeresen utána megismétlődött ez a vérvétel. Tehát így módon segített akkor. Igen, amíg diáklány mamámnak. Aztán még szintén zeneakadémista korában volt a édesanyámok, ugye férhez ment közben, méghozzá nem csak akármikor, tehát 56 Mikulás napján, most azért 56-ban itt történtek dolgok, miután az egész Zeneakadémia kivonult, akkor a megmozdulásokon is részt vettek, és hát miután a Gorki fasorban volt akkori Gorki fasorban a kollégium, ott egy ilyen családi szobába ott laktak az édes jó apámmal, majd mikor én megszülettem, még utána is 10 hónapig. Tehát a Zeneakadémia kollégiumában éltem. És aztán szerettek volna egy lakásigénylést beadni, szerintem nyilván olyan reménytelenül, mint ahogy én nekem a mai napig van bent például az 5. tanácsnál egy lakásigénylésem, 70-es évek végétől, tehát az ilyen dolgok szinte reménytelenek. És Kodály tanár úrtól szeretett volna néhány ajánlósort, hogy hát, ha segít. Kodály tanár úr persze csak legyintett, és mondta, hogy mit gondol, hát mire megy az én aláírásommal ezeknél. Ezt minden nézzenek ki egy lakást, és majd kifizetem. Tehát egy nagyon szerény kis egyszobás, szobakonyhás kis szükséglakás, viszont egy nagyon bájos, kellemes helyen volt emlékeim szerint, tehát 3 éves koromig laktunk ott. A Százados úton ilyen kertes, tényleg ilyen falusias környezet volt a művésztelep szomszédságában. Tyúkocskák, mindenféle kis háziállatok voltak, kis kertek, bokrok, Mariska néni, ilyen, tehát ilyen egész falusias környezet, és ott laktunk. Semmilyen butonunk nem volt, arra emlékszem, hát ágy talán volt, egy óriási fekete zongora. Hát zongora az volt, és az alatt volt az én játékos ládám. Ön énekelt Kodály Zoltának, ugye jól tudom. Igen. És homlokon csógolta? Igaz a legenda, hogy amikor énekelte, oda ment önhöz, és megcsókolta a homlokát. A homlokcsókra annyira nem emlékszem, csak arra, ahogyan így az arcomat, tehát így megérinti, és a szemembe néz, és azt mondja, hogy
tehát az előtörténet annyi, hogy minden magyar gyerek nevében Forrai Kati néni, aki a Zenovoda vezetője volt, és Kodály növendék megbízott, hogy köszönjen meg Kodály tanár úrnak, a 80 éves mesternek, hogy ilyen sok szép kórus művet írt nekünk, gyerekeknek. És akkor nagyon meghatódott Kodály Zoltán, és olyan könyvbe lábadt szemmel mondta azt, hogy nagyon csöndes hangon, hogy ha mindenki ilyen szépen énekli őket, mint te, akkor érdemes volt megírni. Szóval ez életem első és legnagyobb bókja, mert erre világosan emlékszem a mai napig. Ön úgy szokta megfogalmazni, hogy gyakorlatilag a sorsfordító az úgy 12 éves kora környékén lehetett, amikor egy bakelit lemez került a kezébe, ez egy csángó népdalokat tartalmazó lemez volt, és ennek köszönhetően kezdett el Isten igazából ez iránt érdeklődni. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk egy Janis Joplin lemez kerül a kezébe, akkor egy rock énekesnő válik ön? Na hát azért nem, mert mindenféle lemez került az én kezembe már korábban is, és ezek mind népzenei lemezek voltak, mert azt nem tudom, mennyire tudják, az apukám, aki különben nem volt zenés, sőt, zenével semmiféle lelki kapcsolata amúgy nem volt, de a népzenéket és a néprajzot, az kifejezetten nagyon érdekelte. Ő közgazdászkutató volt, és beutazta a világot. Tehát ő állandóan konferenciákra járt, és mindenhonnan népzenei lemezeket hozott. Tehát számomra mindaz a világ, az a sokszínűség, ahol az apukám járt, az népzene formájába testesült meg, de az észak-amerikai indián törzsek zenétől a bolgár népzenei minden. Úgyhogy én számomra ez egy olyan nyelv lett, amire én különösen rá, ahogy mondják most, rákattantam. Ezek a hangok, ezek a hangszerek a világon a legérdekesebbek voltak számomra. Tehát a 12 éves korom körül már erőteljes Beatles és Rolling Stones lázolt, emlékszem meg, hát ugye Illés Omega. Önt is megfertőzte? Ezeket én abszolút szívesen hallgattam, sőt, rengeteget zongoráztam is ezeket a számokat. Valamelyik nap találkoztam Kóbor Jánossal, és mondtam neki, hogy kiváló úttörő munkám jutalmaként például egyszer elvittek az Omega klubba, és mi az öcsémmel játszottuk, hogy Trombitás Frédi otthon, az öcsém klarinét. Ezt szeretném, hogy meghallgatnám ezt az ön előadásába, Trombitás Frédit, vagy a Sivavziót. Ahhoz a fürdőszobába kéne ugye elvegyülni, amikor én ott a tusolóban ilyen magánműsorot előadom, mert egyébként én nagyon szívesen énekelek mindenfélét, de valamiért, ami egészen így a lelkemben és a szívemben markolt, az igenis ez a fajta hangzás, tehát ezek a semmi mással össze nem keverhető népi énekhangok. A lemezen, amiről szó van, nem csak csángó dalok voltak, hanem a magyar nyelvterület minden részéről, tehát egy rendkívül színes, sokféle, nagyon érdekes lemez volt. Különböző korú emberek, különböző tájszólásba, különböző stílusba, tehát nagyon díszített, régies, egész archaikus, új stílusú, tehát akkor nyílt ki előttem az a világ, amiről az iskolában szinte nem tanulunk semmit, maximum ilyen élvezhetetlen módon, hogy igen, ez kupolászerkezetű, az nem tudom milyen, akkor elszolmizáljuk. Ha szerencsénk van, akkor mondjuk egy olyan tanártól, aki legalább szép hangja van, vagy egy olyan személyiség, hogy örömöt hallgatni, de a legtöbb gyereknek sajnos semmilyen élmény az iskolában nem keletkezik a népdalokról. És az enyém sem ott keletkezett, hanem ugye a anyukám révén, és ezzel a nyeremény lemezzel, ennek egyébként most 40 éve volt szeptemberben, Bartók halála évfordulóján volt ez a népdalverseny, Fazekasba jártam akkor, és Lukin tanár úr és felesége, az én áldott emlékű tanáraim, ők rendezték ezt a népdalversenyt minden évben. És az én nyereményem, mint első helyezetté, ez a válogatás volt a Tudományos Akadémia archívumából. Most én ezt szó szerint, de értség szó szerint, ronnyá hallgattam. Tehát a nap minden órájában is reggeltől estig ez szólt nálunk. És próbáltam megfejteni a titkokat, hogy de hogy, hát mitől szól ez a néni, hogy csinálja ezt a gyönyörű hajlítást? Miért van az, hogy így beleborzongok, ha századszóra meghallgatom akkor is? Mitől ilyen szép ez? Tehát a titkait ellesni, és ezeket kvázi úgy hangról hangra leutánozva próbálni, megtanulni, megfejteni. Hát ennek lett aztán az az eredménye, hogy itt pontosan Zuglóban, a Kassáklubban, 4 évvel később Sebő Feri hallott engem énekelni erről a lemezről dalokat, és egészen megdöbbent, mert nem hitte volna, hogy fővárosi születésű és itt élő diáklány képes arra, hogy ilyen hangokat, ilyen egyértelműen a karakterjegyeket megragadva vissza tudja adni. Ha már a Fazekast emlegette, az osztálytársa, amikor Rolling Stones, Omega, a Beatles mánia tombolt, hogy néztek önre, aki a népzene iránt érdeklődött, népviseletbe járt, nem cikizték? Fazekasban még nem jártam népviseletbe, de
Azt mindig tudták rólam, hogy nagyon-nagyon szeretek énekelni, na, de engem ott láttak a Máté Passion is, tehát az ének, a zene mindenestől engem körülvett, és annak minden szegmense. És imádtam azt, hogy a népdalokat az átlagnál sokkal jobban ismertem és szerettem, az talán furcsa lehetett, de hát aztán megszokták, hogy a Márti egy kicsit, ahogy mondják, a lökött, vagy a másságot azért elnézzük, hát vannak ilyen fura figurák. Nem tudom, tehát nem volt ebből probléma, némi mosolygással, de tudja, milyen az, amikor ilyen szeretetteljes, hogy jó, hát igen, hát kicsit őrült a nő, de hát ezért szeretjük. Egyáltalán tanulta ön Isten igazából, tehát szabályos keretek között hogyan kell népdalt énekelni? Tehát a mesterfogásokra, a trükkökre önmaga jött rá, vagy e tekintetben azért szabályosan valaki ön mögött állt és segítette? Nagyon jó a kérdés, mert akkoriban sajnos nem volt ilyen intézmény semmilyen fokon. És mostanra, ugye az azóta eltelt 30-35 évben, elmondhatjuk, hogy hála Istennek egyrészt országosan ismert, tehát a magyar népzenét ma már talán nem kell annyira bemutatni, és a világon is elérte a megfelelő rangot, és megvannak az intézmények. Tehát az alapfoktól, általános iskolai köröktől kezdve zeneiskolákig, és a felsőfokú, tehát ma már egyetemi végzettséget nyerhet az, aki a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene tanszakán végez. Az egy fiatal népzenész szakember lehet, aki mint kutató és mint előadó is megállhatja a helyét. Hát de pont akkor, amikor én voltam diák, és érettségi után, ez egyetlen dolog, ami érdekelt volna, hogy egy ilyen helyre jussak, ilyen intézmény nem volt. Miközben egyébként Bulgáriába és Romániába, Norvégiába és mindenhol voltak népzenei főiskolák. Sajnos nálunk 50 évig nem volt. És mi a titka, ha el lehet, ezt gondolom nem lehet elmondani, nem lehet megfogalmazni, mi a titka, hogy az ember miként, hogyan érzelmesen, szépen, meghatóan, de mégis szabályosan fejezze ki ezeket a fajta és hangokat? És mi az, hogy szabályosan? Tehát mik a szabályok? Ezt kérdezem, hogy vannak egyáltalán na, szabályok? Ez az, ami, pontosan ez az, amiért viszont nem tudok sajnos tanítani, pedig rengetegen kérnének rá. Én nem tudom, mik a tanítás hortéja, hiszen engem se tanított senki. Tehát nem tudok egy ember, csak aki például a technikai fortét magyaráz. Ezekre mind az ember a gyakorlatból jön rá, és rengeteget kell együtt lenni azokkal a énekes emberekkel ezekben a falvakban, ahogy az egésznek a lelki világa az, ami a legfontosabb, hiszen enélkül csak technikai brillírozás, hogy hú, mennyire tudtam lekoppintani. Na, de ez nincs inkább beleérző a tartalom. Képesség? Empátia is egy picit? Nagyon sok minden, és hogy annyira személyessé kell, hogy váljon az az ének, annyira fontossá kell, hogy legyen az a népdal, hogy mint a saját, mint a testem egy része. Tehát most minden egyes dal, amit énekelek, az valakihez nagyon konkrétan kötődik. Én azt valakitől tanultam, aki ezáltal már örök életet nyer, mert a dalokon át ők mindig is lesznek és körülvesznek. Ha már eszemit jár még Erdélybe, Csángóföldre, határon túli magyarokhoz, úgymond gyűjteni dalokat? Az ember mindenhol gyűjt akkor is, hogyha tulajdonképpen észre se veszi. Tehát nagyon érdekes, hogy lehet vidéki, mit tudom én, Bunyevász, nem tudom, orvostól hallani egy érdekes dallamot, mondjuk egy könyvesboltban, azt mert azonnal lejegyzi. Jé, de érdekes. Tehát voltam úgy, hogy elmentem egy internetkaféba, ugye, mert hát ez egy olyan súlyos fogyatékosság, hogy nem nagyon értek ezeket a technikákhoz, akkor meg még számítógépem sem volt, és sűrűsen meg kellett valamit oldani, és rémülten néztem az ott levő kedves fiatalemberre, aki ezeket a gépeket kezelte, de hallottam, hogy ő tulajdonképpen nem is magyar, mert hallottam az akcentusából. Hát oroszul beszélt, na de azt is tudtam, hogy nem orosz, és kiderült, hogy igen, ez egy komi nemzetésről, mert tehát ez a komi nyelv, az, tehát a magyar nyelvrokon családjába tartozik, és annyira megörültem, hogy most végre itt van egy eleven komi, és akkor elkezdtem egy általam ismert másik rokon nyelven énekelni, mire akkor ő is, tehát és megvan a kapcsolat a mai napig, mert megtalált engem jelen. Tehát, hogy iszonyatosan érdekes, hogy mindenhol lehet gyűjteni. Aztán, amikor az ember igazán szeretné megfejteni a még élő folklort, tehát nem csak gyűjteményekből az halott dolog, mint hogy kottákat nézegetünk, kellenek az élmények. Ez adja meg az egésznek a tartalmát, a savát, a borsát. Ahhoz a mai napig is el kell tudni menni, el kell menni a helyekre. Adott esetben ugyanazt a dalt is századszorra meghallgatni, és századszorra is más lesz. Mert kétszer ugyanúgy nem énekli senki. Tehát akkor, amikor a kezdet-kezdetén járt mondjuk Erdélybe, a felvidékre, Csángóföldre, amikor még nem volt úgymond a Sebestyén Márta, akkor
meg kell nyitni. Én úgy képzelem el naív módon, hogy azért nem úgy történik, hogy valaki megjelenik, és rögtön elkezdenek neki énekelni. Hát persze, valami fajta úgy... lelki azonosulást fel kell tudni mutatni azzal az emberrel. Igen. Tehát ilyen formán könnyen jut el az egyszerű emberek szívéhez is, hogy ők énekeljenek rögtön, és meg tudja őket nyitni. Az egyszerű embereknek van a legnagyobb szíve egyébként, ez mindig bebizonyosodik, akkor is adakozni kell, például bármi katasztrófa igen. esetén, mindig az egyszerű ember az, aki azonnal a legmelegebben és szívesebben reagál. Meg kell mondanom, hogy azért ez nem úgy zajlik, hogy elképzelik, hogy bekopogok a falu széli házikó, hogy jó napot adjon Isten, öreg anyám! Bemehetnék, és hogy gyere csak, édes lányom! Tehát ez nem ilyen népmesei dolog, hanem azért tudni kell, hogy mit szeretnék hallani, hova és miért megyek, és ez nem árt, hogyha az ember útbaigazítást, netán támogatást kap. Tehát Kallós Zoltánnál jobban senki nem tudja, hogy hova kell menni Erdélybe gyűjteni. És az ő ajánlásával így eljutni olyan emberekhez, akiket sose ismertem azelőtt, hát életem először vagyok, már-már olyan, akkor, mintha családtaghoz mennék. A tanító bácsi küldte, na jöjjön csak, üljön le. És akkor utána együtt vagyunk napokig, és utána már magától jön, tehát természetes dolog lesz. Úgy nem lehet senkire rárontani, hogy na most itt vagyok, van 5 percem, gyorsan nyomjon már nekem valamit, itt az MP3-asom, aztán hadd menjek. Ez lelketlen dolog volna, és hiteltelen is. Úgyhogy a Sebő Feri klasszikus története, hogy ön maga biztos, ifjú népzenészként egy ilyen bácsit próbált rávenni arra, hogy énekeljen, itt vagyok Budapestről, énekeljen. És a bácsi így ránézett, ilyen csodálkozó, hogy aztán mit képzelsz, fiam? Egy, kedvem nincs, pálinkám sincs, ha mi anyavajának énekelje ki magának? Hát, szóval, hogy sem motiváció, semmi, azt se tudom, ki vagy. Hát minimum jóba kéne egy picit lennünk, és akkor utána együtt is énekelünk. Tehát erre rá kell szállni az időt. Viszont utána ebben olyan életre szóló barátságok születnek, tehát az a néni, aki nekem éneket nem csak egy adat közlő, mert sajnos ez a hivatalosan a megnevezésük, hanem az a Mariska néni vagy Erzsi néni, aki eljön, amikor életem első gyerekének adok ugye életet, és ott vagyok a MÁV kórházban, akkor ők eljönnek? Ilyen eljönnek, elevenek a kapcsolatok? És odaülnek az ágyam szélére, kosárban, és mint egy népmesében mondják a sok ilyen asszonyos praktikát és fortét, hogy ugye a halálra révült kismam, aki most ilyen hirtelen, egyszer csak anyuka lesz, hogy mit kell csinálni, hogy kell, tehát és már rég nem az énekről van szó, de mégis, mert annál közelebb kerülünk egymáshoz, és annál jobban meg fogom tanulni az énekeket tőlük. A Szerelem című számot, ami ugye az Angol beteggel vált elsősorban ismert. Arra emlékszik, hogy azt például hol gyűjtötte össze? Azt nem egy nénitől, azt egy kiváló hangú és előadó képességű falusi Borbétól, aki egyben a kántor is volt, és a prímás. Magyar Szovát nevű kis mezőségi faluban, ez olyan Kolozsvártól olyan 20-30 kilométerre lehet, és ez az ember elképesztően finoman énekel, olyan gyönyörű kis futamokat, hogy a hangjával, tehát úgy énekel, mint olyan hegedül, illetve úgy hegedül, ahogy énekel, ez nagyon érdekes, hogy hallom mind a kettőben a másik hatást, és ez a bizonyos Marci bácsi, Maneszes Márton, őtőle tanultam az éneket, és aztán amikor le kellett volna írnom, akkor meg áramszünet volt, tehát egy ilyen nagyon romantikus, gyertyafényes hangulatban, a fődallamot, ilyen kis gombócokat képzeljenek el, tehát azokat leírtam, és többnyire én nem is mélyedek annyira bele, hogy ritmusokat és mindent rögzítsek, mert annyira pillanatok alatt magamba szippantom, hogy mire én leírnám, már tudom is. Tehát sajnos be kell vallanom, hogy nem én vagyok az a minta, aki ugye az alaposságáról híres, mert Bartók Béla viszont még szinte a kocsizörgést is lejegyezte. Hihetetlen a tudós precizitásával. Tehát őnek nagyon fontos volt, hogy rögzítse akkor és ott, ne csak fonográffal, hanem a helyszíni lejegyzéssel is, tökéletesen az egészet. Én viszont magammal rögzítem, de úgy, hogy bármikor fel tudom idézni, még azt is, hogy akkor mit éreztem, milyen volt a levegő. Tehát nagyon-nagyon elevenen élnek bennem a dallamok, és ezt én nem is írom le aztán, mert annyi felvétel van, és annyi lejegyzés, hogy erre talán nincs is szükség. A bácsi tudja például, hogy egy Oscar-díjas nótát sikerült így módon továbbadni? De nagyon érdekes, ugye, mert a bácsi egy olyan kis faluban él, ahol nem nagyon jutottak el a hírek, úgyhogy amikor ezt már sokat szóra meglátogattam, iszonyú nagy cuppogó sárba, emlékszem, hogy le kellett venni a cipőmet. Tehát akkora sár volt akkor is, hogy ez lehetetlen volt cipőbe odajönni, tehát fogtuk kézbe a cipőt, és akkor elmentünk, Marci bácsi délután aludt egy kicsit szunyókát, és akkor fölébredt, akkor ittunk egy kicsit pálinkát, beszélgettünk, és azt mondta, hogy na most akkor Márta drága,
Hát most én tőlem már nem tanult meg vagy egy nótát. Hát Marci bácsi. Hát maga nem is tudja, hogy maga az angol beteg. Hát nem tudja, hogy az a gyönyörű ének, amit megtanultam, az egy ilyen filmben nagyon fontos szerepet kapott. Az egész világon látták, milliók és milliók. És a csodálkozó nézett, mondja, ha én nem tudom, drága, nekem nincs televízió, nem járok moziba, nincs videóm. Tehát fogalma se volt róla. Az angol beteg rendezője a szerelem mellett egy másik számot szeretett volna még elénekeltetni önnel. A legenda Igen. szerint, lehet, hogy rosszul vagyok e tekintetben informálva, de ő nagyon határozottan, hogy úgy mondjam, a sarkára állt, és egy egészen más irányt vett ez a fajta koncepció. Milyen nótát szerettek volna önre bízni, és ezzel szemben mi került föl végül is a filmre? Igen, tulajdonképpen mindig elég határozottan a sarkamra állok, mert hogyha meg vagyok róla győződve, hogy amit én tudok képviselni, az így jó csak, és nem úgy, hogy más erőltetné, akkor nincs más, a sarkamra kell állni. Az történt ugyanis, hogy kihívtak a stúdióba, ez az Abbey Road stúdió volt egyébként Londonba, és az volt az elképzelés, hogy miközben egy már létező felvételről használják ezt a gyönyörű népdalt, Szerelem, szerelem, ami ugye vezér motivuma lett a filmnek, és többféle feldolgozásban is felbukkan, hogy legyen még olyan is, amit a zeneszerző kifejezetten úgy ír meg, hogy majd én azt eléneklem. És akkor megmutatták, hogy miről van szó, de annyira ilyen furán, romantikus, már-már szirupos, tehát az én ízlésemnek, vagy hogy mondjam finoman, az én kifejezési módomnak túlságosan gejl, vagy ilyen nagyívű, ilyen szívszaggató, ilyen nem tudom, egy más műfajú énekestől simán el tudtam volna képzelni, de magammal nem. És mondtam, hogy nézze, hát ne haragudjon, nem tudom ezt így, amit maga szeretne, azt én nem tudom így elénekelni. Ráadásul ebben a kitétel, hogy be very Hungarian, ez egy akkora marhaság. Most én most Hungarian vagyok, vagy nem? Ennél hogy legyek Hungarianebb? Hát milyen marhaság, ugye fokozni azt, hogy legyen nagyon magyar. És egy olyan dallammal, ami abszolút nem magyar. És akkor ez próbáltam magyarázgatni, hogy ez fából vaskarika lenne, és nem megy. És akkor azt láttam, hogy ott a üvegfal mögött, ugye a keverőpultot képzelnek el, a rendező és a zeneszerző, ugye ezzel most meditál, hogy most mi legyen, én közben a stúdióban állok. A film pedig pereg a monitoron. És akkor odaértek, hogy a már halott kedvesét megtalálja, ugye a filmbeli szerepben Ray Fiennes, és olyan nagyon fájdalmas arccal így ölbe hozza ki onnan, akkor én elkezdtem spontán énekelni a mikrofon mögött. Egy felvidéki név, de volt, ami pont erről az érzésről szól, hogy hogy lehet azt kibírni, hogy meg nem hal bújába, ki az édesét gyakran nem láthatja. És akkor azonnal így kattantottak egyet, hogy mi volt ez, mondom, milyen érdekes. Hát ez megint egy népdal volt, hiszen spontán én belőlem az érzések, minden látott és hallott élmény, az így jön ki, tehát én így tudok reagálni. És azt mondták, hogy megtartjuk. És ebből lett aztán a Catherine's Lullaby fedő nevű valami, úgyhogy... De ez egyébként nem altató, bár gyakran azt hiszik, hogy ez egy altató. Hát ehhez kellett az ön határozottsága. Erről mondta egyszer, hogy oroszlán jegybe születtem, ez abból születik, hogy Isten mentse meg azt, aki dübe hoz. Na, valahogy hát így fogalmazott. Nem ennyire vészes a helyzet, mert egyszer is mind azért mérleg is vagyok egy kicsit. Hát mérlegelem a dolgokat, de tényleg annyira, hát ha nem fognám le magam, akkor... Nagyon el tudna vadulni a helyzet, mert olyan ösztönösen és azonnal reagálok. Ha az igazság érzetét valami bántja, akkor onnantól kezdve robban? Igen, tehát sehogy se tudom megemészteni az igazságtalanságokat és a bárkivel szembeni gyalázatos igazságtalanságot. Tehát lehet, hogy egy megalázott kisgyerek, egy idős néni a villamoson, vagy ugye egy ország, vagy egy nemzet. Most ezeket egyszerűen nem, tehát nem tudok erre semmi diplomatikus módszert. Úgyhogy vagy ne kérdezzenek ezekről, vagy ha kérdeznek, akkor azt fogadják el, hogy erre rendkívül hevesen reagálok. Tehát nem tudom, ilyen impulzív alkat vagyok. Hány nyelven énekel? Mert gyakorlatilag Európában nem nagyon van olyan népcsoport, vagy nyelv, aminek ne tudná legalább egy-egy népdalát. Ugye jól tudom? Valaki egyszer összeszámolta, hogy amilyen felvételeken hallott, hogy 27 nyelven énekeltem, de ebben már benne van a szanszkrit is, mert volt egy olyan filmzene, ahol ugye ezen a kihalt nyelven kellett énekelnem. Egyébként a Ray Fiennesnek a testvére bízott meg vele, aki filmrendező. Tehát ha például elmegy, nem tudom én, Baszkföldre, akkor
az 100%, hogy ott az ottaniaknak baszkul fog énekelni. Igen, abból is a pireneusi dialektusban, tehát mert olyan felvételekkel ismertettek meg, és ott is ugye adatközlő baszk bácsinak a hangja, és a kiejtése az úgy van a fülemben. Tehát én mindent tulajdonképpen tájszólásba tanulok meg, ahogyan hallom. Ezt akarom kérdezni, hogy elsősorban ez zenei memóriának köszönhető, vagy inkább jó nyelvérzéke van? Szerintem, de a nyelvérzéknek is köze van ahhoz, hogy a fülnek óriási szerepe van. És szerintem a mai magyar nyelvtanításban az egy nagyon nagy hiba, hogy nem alapozunk többet erre, hogy minél többet kéne hallgattatni a zenék, a nyelveknek van egy zenéje, van egy intonációja, ami szinte a lényege sokszor, mert meg se értjük, hogy mit beszél valaki, hogyha nem avval a hangsúlyjal beszél. És a zene rá tudja a fület szoktatni. A zene az tréningezi a füleket erre. A mamám is megszállottan hív ennek. Úgyhogy minden nyelven, ha elkezdünk tanulni, célszerű nagyon-nagyon sok dalt is megtanulni, és úgy sokkal könnyebben megtanuljuk. Egy olyan ember, aki a hangjából él, és gyakorlatilag egy egészen páratlan képesség van a birtokában, az mennyire és miként tud vigyázni a hangjára? Tehát például be van biztosítva a hangja? Hát például Magyarországon nem lehet... Nem lehet Magyarországon énekhangra, én legalábbis eddig egyetlen biztosítót sem találtam, aki az én énekhangomat bebiztosítaná. Tehát én nem tudom, mert vannak top modellek, aki, mit tudom én, a kisujját be tudja biztosítani, mert neki az a munkaeszköze, de ezek külföldön vannak. Tehát én nem tudom, jó lenne, ha jelentkezne valaki, aki elárul, hát, rá, hogy hogy mint, ha látja valaki, én nekem ez 30 éve nem sikerül. Például mondjuk egy jó kis mézes tejával. De vigyázz rá, gondolom, rendkívüli módon odafigyel. Nem teszi ki magát semmilyen fajta veszélyforrása. Nincsenek ilyen allűrök, ami ugye elképzelik, hogy énekesnő, az egy kis hattyúprémes, nem tudom be, és se fogyi, és semmi. Hát ez egy másik dolog, ezért is mondom, hogy nem vagyok énekesnő. Teljesen normális embert képzeljenek el, aki normálisan él, de azért extrém hülyeségeknek nem teszi ki magát. Például nem járok éjszakázni, bulizni, ahol ordítoznak, füst van, nem tudom, hát az katasztrófa. Tehát az ember válogassa meg azért, hogy hova megy el. Két gyereket kell fölnevelnem, szükség van a józan eszemre, a fizikai kondíciómra és a hangomra. Úgyhogy az egyetlen dolog, amit tehetek, hogy inkább megelőzöm a bajt. Azt úgyis nehéz, amikor egy influenzás szezon van, és körülvesznek a köhögő emberek, akkor nehéz elbújni. De szerintem mindenki felelős azért, a saját egészségért igenis mindenki felelős. Nagyon-nagyon sok helyen járt. Tehát csak egy rövid kivonatot, ha mondok, Károly hercegnek, az angol királynőnek, a japán császárnak énekelt, a vezetőlapok, a világ vezetőlapjai gyakorlatilag a mennyekbe eresztik. Például a Q magazin, amit szerintem Magyarországon nagyon kevesen tudnak, megmondom őszintén, én se tudtam volna, ha nem mi érdekel az ön életrajzába. Az első magyar előadóként a 20-as listára felvette, olyan előadók előzték ön meg, tudom, mint Elvis Presley vagy a Beatles. De most jön a fekete leves. Magyarországon, ha nincs mondjuk az angol beteg, és lehet, hogy ezt én rosszul látom, nem biztos, hogy egy szűk, mondjuk úgy a népzene iránt igazán fogékony csoport, úgy Isten igazából ismerni. Csak oda akarok kiukadni, hogy úgy gondolja, hogy Magyarországon azt a fajta elismertséget megkapja, mint mondjuk a Sydney Opera házba, vagy a Carnegie Hallba, ahol szintén fellép. De hát ezt úgy kell elképzelni, hogy minden az egész világon azért van ennek egy olyan tábor, ahol emberek lelkéhez szól ez a zene, és magyar vagy nem magyar, ez inkább... Nem tudom, hogy mondjam finoman, ne sértsek meg senkit. Bizonyos kultúrkör az, aki ezt értékelni tudja. Aki nem tudja, hát én nem senki kegyeiért nem könyörgök térden állva. Tehát nem akarok kiszolgálni senki ízlését. Például nem megyek el olyan fellépésre, ahol asztalhoz valakinek a kedve és az ő ízlése, tehát, hogy na mi a nótája? Hát az egy másik szakma. De vannak ilyen felkéréseket? Vannak olyan elvadult gondolkodás emberek, akik... Igen, van olyan felkérés, ahol azt gondolják, hogy tehát rendezvényszervező, ó, igen, ez a nő, ez ilyen elég ismert, jó, hát akkor fölkérjük, és akkor csak annyi érdekli, hogy adjak árajánlatot, mint egy 800 személyes ültetett vacsorára. Ez teljesen el vannak tévedve. Hát 800 személy ül a Zenakadémián is, közben nem vacsoráznak, ugye? És kifejezetten azért jönnek, hogy ezt a koncertet a lelkükbe szívják. Tehát ez a lelki élmény kell, hogy legyen ez a zene. Ha nem az, hanem mellesleg valami háttérzeneivé silányul, én azt nem vállalom. Tehát ilyet például élből visszautasít azonnal. Élből, tehát akkor nem is adok semmiféle árantatom, azt mondom, hogy nem, azt hiszem, hogy rossz helyre címezték a megkeresést. Tehát nagyon fontos nekem, hogy együtt tudjak rezdülni és lélegezni a közönséggel, akár egy kis falusi könyvtárnak a
az összegyűlt közönsége, de nagyon sokféle helyszín van. Amikor pedig a már említett érdekes, különleges diplomáciai események vannak, ott pedig abban a pár percben kell tudni Magyarországról egy olyan névjegyet, vagy egy nem is tudom, egy készfogást átadni, amitől az egyébként rengeteg ilyen eseményre meghívott uralkodónak, vagy Károly hercegnek is lesz egy lelki élménye. Márpedig, hogy volt, az tanúsítja azt, hogy ő írt nekem egy gyönyörű köszönőlevelet. Tehát Károly hercegtől azt mondja, hogy nem sokan kaptak személyes köszönőlevelet a Buckingham Palace-ből, úgyhogy a mamám vette ki remegők ezekkel a postaládából. Sőt, ha jól tudom, ő kérte, hogy küldjön a CD-ből egy kis válogatást. Igen, ez így van, és akkor az angol nagykövetségön kiküldte a CD-ket, és még arra is megkértek, hogy egy kísérő levélkébe írjak pár sort, az úgy kedves gesztus, és úgy illik, de semmi esetre se golyós tollal, mert az tilos. Tehát csak tintával lehet szabad írni az uralkodói családtagjainak, úgyhogy elrohantam pontosan, azt mondja, Zúlóba valamilyen boltba, és akkor vettem egy ilyen töltőtollat, az gyerekkorom óta nem volt szerencsém töltőtollhoz, és jó, össze is tintáztam az ujjaimat. Tehát egy nagyon ilyen egyszerű, kedves levelet írtam, megfelelő formátumban, és 10 nap múlva jött a válasz. Most felhívom a figyelmet, hogy bárki ide kirúg Magyarországon ma hivatalos levelet, vagy egyáltalán nem válaszol, vagy sokszorosan meghaladja. Na most akkor íme Károly herceg, akinek azért elhihetjük, hogy millió dolga van, és ez még csak nem is hivatalos levél volt. Egy emberi gesztus volt. Annyira örült annak, amit hallott, hogy ő ezt egy köszönő levélben megköszönte. Ha már említette ezeket a fajta felkéréseket, amelyeket élből visszautasít, valahol azt mondta, hogy azért azon el kell gondolkodni, nem tudom szó szerint idézni, hogy lehet, hogy nem igazán tudom jól menedzselni magam. Mondta ön ezt egy interjúban. Mire gondolhatott? Hát ezzel nem is kell elgondolkodni, ez így van. Tehát annyira távol áll tőlem mindenféle hubli-bubli, nem tudom más, hogy mondjam, tehát a körítés, meg ez, amit úgy hívnak, hogy marketing, meg pakolás, meg nyomulás. Hát ez soha életemben nem értettem, és úgy viszonyogok is tőle. És a mesterkélt körülményektől is. Tehát valószínűleg, hogy ahova engem tényleg meghívnak, oda szeretettel várnak, és oda kell mennem. Nem oda, ahova mondjuk úgy benyomnának, vagy valakik valahogyan oda szerveznének. Nem tudom. Persze lehet, hogy azért lehetne tenni egy kicsit arról, hogy még több helyen gondoljanak arra, hogy jaj, hát meg kellene hívni őt. De valahogy ennek nincsen egy ilyen az én életemben kialakult formája. Hazai szponzora például a legutóbbi időkig nem is nagyon volt, ugye? Hát most sincs, tehát ez konkrétan 2 évig volt, amíg az a távol-keleti autós cég, akinek a vezetője személyes emberi élményként élte meg, hogy az én dalaimat megtanulhatta Magyarországra kerülésekor, úgy érezte, hogy meg kell, hogy hálálja azt, hogy az én dalaimon szeretett bele Magyarországba, és Ogawa úr bizony, akkor ő ezt egy ilyen személyes támogatásnak vélte, ő sajnos már elkerült Magyarországra, tehát se azelőtt, se azóta semmiféle támogatásban nem is részesültem, de az égvilágon semmilyen se belföldi, se külföldi cégtől. Aki ilyen helyekre járt, tehát mondjuk a Carnegie Hallt és a Sydney Opera házat említem, úgy gondolná az ember, hogy gyakorlatilag budai villában él, kifogják a lovait, ha úgy tetszik. Azt nagy, én nem engedném, hogy kifogják. Nagy személyzet veszik körül, és luxusautón jár kell a városban. Most ezzel szemben 4-en élnek, ugye édesanyjával és 2 fiával, egy 2-2,5 szobás lakásban. Valahol olvastam, hogy például, de lehet, hogy ez a korábbi lakásra volt igaz, nem is tudnak csak kettesével oda menni a konyhába az asztalhoz. Igen, ez az előző lakásban volt, de hát most is nagyjából igaz, mert hát most meg már sem le is szoktak a gyerekek arról. Annyira elszoktak attól, hogy mi 4-en le tudnánk ülni, hogy már nem is ülünk le szinte. Úgyhogy úgy szoktam családi találkozót szervezni, hogy valahova egy helyes kis étterembe szervezem, és akkor viszont akkor 10-20-an együtt ülünk le, és ünnepelünk. De mi lehet a gond? Tehát nem elkerülte a pénz, nem tudod vele bánni Isten igazából? Nem is volt mivel bánnom. Tehát nincs. Tehát például senki nem tudja, nincsenek jogdíjaim. De ebben nem vagyok egyedül, tehát jeles, kiváló, többszörös Kossuth díjas színművésznő, és ugyanezt mondja, nem kap a filmjei után jogdíjat. Én viszont nem kapok a lemezfelvételeim után. Úgyhogy ez elég érdekes, ugye? Tehát nem az, amiket mondjuk most vennék föl, és ugye Maszek kiadótól azt pontosan tudjuk, ugye, hogy egy darab monopol cég volt Magyarországon a rendszerváltás előtt, aki lemezt adott ki, na az a cég továbbra is birtokolja az összes jogot.
még 50 évig. Tehát az én fiam 61 éves lesz, én meg valószínűleg por és hamu, amikor ez az 50 év letelik, és akkor majd az unokám esetleg majd követelheti a nagyanyja utána ilyen-olyan jogdíjat. Tudom. Ezek ilyen nagyon kiábrándító adatok, de hát ez így van. Most miből legyen nekem budai villám? És a lovaimat meg nem hagynám kifogni, ha lennének. Már milyen értelemben? Ilyen formán állatvédő? Nagyon-nagyon szeretem az állatokat, és a lóval meg egy egészen, tehát én tudni kell, hogy én a Zalai huszárok zászlóanya vagyok. Most a huszárság azt és a ló. Azt képzelni, hogy zászlóanya? Már hát úgy, hogy a Zalai hagyományőrző huszárok megkértek nagy tisztelettel, hogy legyek én az ő zászlóanyjuk. Tehát a zászlajukra azt a hímzett szalagot tűztem föl 2000 júniusában, hogy éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Nekem nagyon fontos a történelem, és különösen pedig azok az események, amikor egy gyerekhez is közelebb kerülhet. Tehát én nagyon-nagyon örülnék, hogyha sok olyan a pedagógus lenne, aki fölvállalná azt, hogy a gyerekeket élő, eleven élményekben részesítse irodalom, történelem és énekzene órán, mert így válik valakiből magyar ember, hogy érzelmileg közelít a saját kultúrájához. Tehát nem papolással, tanulmányokkal, hanem valóban a magáénak érzi mindazt az örökséget, amit az eleink ránk hagytak. Ha már ezt említi, ugye ön a magyar világörökség része, ugyanakkor nem a szó hagyományos értelmébe, hiszen egy betyár, mondta. Szép történet, ez már egy folklorizálódott változat. Lehet, emleget. Hogy ez már egy ilyen legendás verziót. Itt keletkeznek a népmesék is, igen. Mostanában egyébként egy olyan nagyon szép könyv van forgalomban, amelyen hungarikumokról szól, és ebben én helyet kaptam, tehát én hungarikumnak számítok. Világörökségnek egy Hortomágyi Csikós nevezett el, illetve bokáját összeütve azt mondta, hogy szerinte én már legalább 20 éve a világörökség része vagyok. A Hortobágyi Nemzeti Parkban volt koncertünk, és ez a Derék Csikós úgy gondolta, hogy akkor én is oda sorolható vagyok, majd fölkapott egy lóra, és elvágtatott velem, úgyhogy ez egy maradandó élmény volt, mert két napig nem tudtam menni. Én ezt nem szoktam meg, ezt a váratlan lovaglást. Édesanyád gyakran emlegeti oly módon, hogy ön mögött volt a Kodály tanítvány létéből fakadóan rengeteg támogatást tudott nyújtani. Ugyanakkor édesapja egy közgazdász professzor volt, ugye 7 nyelven beszélt, de mintha azt vettem volna ki az interjúkból, hogy annyira nem lelkesedett, mondjuk úgy az énekesi lét iránt. Hát azért képzeljük el azt, hogy mondjuk Petőfi apja se lelkesedett, azért, hogy a fia ugye csepürágókkal mászkál az országba. Tehát egy ember, akinek ami polgári foglalkozása, az nehezen tudja megfejteni, hogy egy ilyen bizonytalan, fura, mások által léhának vélt művész életbe belekerül a gyereke, akkor félt is tőle, meg hát azért gyanakszik és megveti. Na, apukám az ténylegesen úgy volt vele, hogy minden művészet, ami engem érdekelt, a tánc, az ének, a képzőművészet, az kvázi jába valóság. Ő egy vasmegyei születésű ember, és ezeket így fogasztam meg, jába valóság, jába valóság. Tehát nagyon sokáig tartott, amikor ő ezt megértette, és szerintem, amikor a Kossuth díjat megkaptuk, akkor, és az azt követően díjakkal már látta, hogy mégiscsak van egy ilyen elismertsége a tevékenységemnek, magában már biztos feloldotta ezt a dolgot, de soha nem mondta. Önnek Isten soha igazából, nem mondta? Úgy soha nem mondta, hogy na, ó, van fiam, azért valami csak lett belőled, de azért éreztem, viszont koncertre sem jött el. Nem hallotta soha énekelni? Koncerten nem. Koncerten nem, lemezen valószínűleg, és aztán olyan, sajnos annyira hirtelen halt meg, hogy ezt nem is tudtuk soha megbeszélni. És úgy éreztem, hogy egy ilyen befejezetlen mondat van, hogy ezt én nem bírom így ki, tehát valamit kell csinálni. Úgyhogy amikor a kis vadvirágos falusi temetőben eltemettük a nagyszüleim mellé, akkor én énekkel búcsúztam tőle, mert úgy éreztem, hogy ez az apukámnak még ezt így most hallania kell tőlem, neki. Megmondja, hogy mit énekelt? Mi volt a címe? Egyáltalán nem olyat, amilyen temetőben szoktak énekelni. A hazatérésről szóló. Hazám, hazám, csendes hazám, bárcsak határidat látnám. Ezt énekeltem ott, és úgy éreztem, hogy ezzel egy kicsit helyre került köztünk a viszony. Lehet, hogy önnek nem mondta, de meggyőződésem, hogy valószínűleg borzasztó büszke lehetett önre. Biztos az volt, de még egy ilyen nyakas embert, mint a Sebestyi Jóska nem láttak, csak ha valaki rám néz, mert azt mondják, hát ez tiszta apja, ez a lánygyerek, ez tiszta apja. Tehát valószínűleg sokat örököltem apukám karakteréből. Édesanyjából is nagyon sokat örökölhetett, már csak a zenén túl is, és hát őt gyakorlatilag legendaként emlegetik. A volt növendékei is. Igen. Hogy reagálta le azt a szituációt, amikor egy
vadorzó vagy vadóc német buszsofőr ott elkezdett randalírozni a vár környékén? Nagyon érdekes, hogy mi mindent tudnak, mondjuk nyilván ezt a mamám mesélte, vagy én is meséltem talán, mert jellemző rá is, hogy ő is végül is mindig a zenében, tehát a tudat alattiban is, és a legmélyebben mindig mindent a zene működtet. Igen, valami drogfüggő őrült német ember szétverte a házunk előtt parkoló autókat, és a mellettünk levő német nagykövetség épületét is súlyosan megrongálta. És mire le tudták fogni, mentő kijött, stb. Elvitték. Anyukám az egészet végignézte sikoltozva, és ő kirohant, mint egy ilyen kardos menyecske, és mint pedagógus, hogy most ő rendet csinál. Úgy húzták be, mert mondták, hogy tessék nézni, hát ez őrült, és nagyon erős, tehát ez veszélyes, hogy majd elintézzük, jön a rendőrség. A rendőrség a sajnos csak éjjel 2-kor jött, felvették a jegyzőkönyvet, de az anyukám még mindig felindultan úgy összegezte az eseményeket, hogy és kérem szépen, ez az ember itt minden autót összetört, és ráadásul a német himnusz ordítozta. Állati hamisan. Tehát, hogy ennél nagyobb, fertelmesebb bűn, mint hogy nem lehetett hamisan volna elkövetni az ő szemébe. Ez 8 év szigorított, igen. Ő azért ugye a család terheit, már ami a háztartás körül munkát illeti, gondolom, leveszi az önválláról. Tehát ő az, aki vezeti a háztartást, ön fellépésre jár, ő egy tyúkanyószerűen azért a két fiát és önt így módon a hátországot megteremti. Így van, hát úgy alakult az életünk, hogy én elváltam, a gyerekek egész kicsik voltak, úgy tulajdonképpen rám szakadt és rám maradt a család fenntartás, amit ugye egy ilyen átlagos családban többnyire ugye legalábbis apa-anya felváltva, vagy egyszerre végzi, vagy apát, ugye a férfi tekintik a családfőnek, aki a családért felelős nálunk, ez egyedül vagyok én. Ebből adódóan tényleg annyira ilyen hektikus életmódat, ezt nem lehet csinálni, a háztartásban mindennapos odafigyelés kell, és az anyukámát kiválóan főz, úgyhogy amikor a gyerekek megjönnek, szimatolnak, ugye, mama, mi a kaja? Tehát anyámtól mindig az evés és a gondoskodás, ez az összefüggés, tőlem pedig, mint egy apáthoz, hogy apa, adsz egy kis zseppénzt, tehát én vagyok a zseppénz, és az, aki kifizeti a villanyszámlát, és tehát az életünk feltételeit anyagilag biztosítja. A két fiú zenél, tehát ők azért muzsikálnak? Valamilyen formán megfertőzte őket? A két fiú, érdekes mondom, kiskorában inkább mérges volt a zenére, amiatt, hogy az anya mindig elmegy. Tehát anyát elveszi tőlük a zene, hiszen az a sok ronda bácsi és néni anyát akarja hallgatni, és ő ezért nem lett itthon. Én így fejtem meg a kicsikorú ellenállásukat a zenével szemben, de később maguk választottak hangszert. Tehát kisebbik fiam nagybőgőzött 5 évig, most kinőtte különben a nagybőgőt, úgyhogy éppen árulom. Szó szerint kinőtt a bőgőt. Nagyobbik gyerek pedig 8 évig csellózott saját örömére, most Pécsen egyetemista, és nem ér rá csellózni, de épp emlegette, hogy anya, én szeretnék megint csellózni, mert azért az olyan jó volt. Szóval azon gondolkodtam itt végig az interjú alatt, hogy van ön, aki egy csángó kisfaluba is elvarázsolja a közönséget, aztán elmegy a Sydney Operaházba, vagy a Carnegie Hallba is, és ott is gyakorlatilag vastapssal jutalmazzák, hogy mi lehet a titka. Azt hiszem a természetesség, nem? Hát, a fene se tudja, nekem az a fura, hogyha valami nem természetes. Hát, és annyira rémülettel tölt el, hogy a mai gyerekek, vagy a fiatalok egy olyan virtuális világot vélnek természetesnek, hiszen azon nőnek föl, tényleg a tévé csecsein lógnak, és nyomogatnak gombokat, és nem tudom, tehát, hogy nagyon kell vigyázni ez az arányokra azért, hogy a józan eszük és az értékítéletük meglegyen, ezért szerintem a családok azért nagymértékben felelősek. Tehát tessenek beszélgetni a gyerekükkel, és legyenek sokat együtt. Egy jó ízű családi ebéd, beszélgetés, kirándulás, sok-sok közös ilyen aktivitás, az, ami ezt talán ellensúlyozhatná, hogy megmaradjon az emberbe az a józanság. Tehát ez az emberségemnél mi lehet fontosabb? Tehát a mesterkéltség és az álságos világ az nagyon veszélyes dolog, mert látjuk már most is az eredményeit. Tehát amikor fiatalok nem tudják elképzelni, hogy miből áll az, hogy sztár szeretne lenni, és egy perc alatt annak is hiszi magát szegény, hogyha vagy bekerül egy ilyen műsorba. Az nagyon, az egész élete félre mehet. Örülök, hogy láthattuk, és a legjobbakat kívánom. Én is mindenkit szeretettel üdvözlök. Énekeljenek sokat!